Az Európai Bizottság által tervezett olajembargo egy atombomba a magyar gazdaság számára, amit nem szabad elfogadni, ezt mondta a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Nem is kell gazdasági szakértőnek lenni ahhoz, hogy lássa valaki az olajembargo veszélyeit, elég a józan ész, vagy elég lenne. Folytatjuk tovább a témában a beszélgetést, de most nem itt a stúdióban, hanem Skype-on van velem Fritz Tamás, kutatási tanácsadó az Alapjogokért Központból. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok! Elismételném én is ezt a mondatot, hogy ez a javaslat így ebben a formában felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, ugye ezt mondta Orbán Viktor, és hozzántette, hogy az Európai Bizottság elnök asszonya akarva, akaratlanul is megtámadta az európai egységet. Ön szerint milyen hatásai, milyen következményei lehetnek egy esetleges olajembargónak? Hát az a helyzet, hogy Magyarország szempontjából gazdaságilag ez egy elfogadhatatlan kérelem felénk, illetve a tagállamok felé is. Tulajdonképpen Magyarország ezzel gazdasági szempontból lényegében véve lából lőné magát, hogyha ezt elfogadná, hiszen szigorúan, ha megnézzük a, a jelenlegi feltételeket, akkor láthatjuk, hogy mi, ki vagyunk szolgáltatva az orosz olajimportnak és a földgáz és jól tudjuk, hogy Magyarország a gáz importjának a 85%-át Oroszországból hozza, és hát az olajnál ez, ez a szám 65%. Tehát látható, hogy ilyen körülmények között Magyarország nem tud átállni rövid időn belül egy másfajta gazdasági helyzetre, Ebből fogva pedig nem marad más lehetőségünk, mint hogy ezt a fajta elképzelést, amit Ursula von der Leyen ugye, megfogalmazott, ezt visszautasítjuk, és ráadásul ezzel nem vagyunk egyedül, hiszen például Csehország és Szlovákia is hasonló nehézségekkel néz szembe. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Uniónak ez a fajta politikája, ez a szankciós politikája, teljességgel észszerűtlen, mert valójában nem szolgálja az európai tagállamok érdekeit, és hozzáteném ehhez, hogy még az Egyesült Államok sem követelte ezt a bizonyos olajembargót. Az Egyesült Államok pénzügyminisztere is arra hívta fel az Unió figyelmét, hogy ezzel még várni kell, erre nincsen szükség. Maga az Egyesült Államok is továbbra is importál olajat ugye a Oroszországból, vagy például az uránt is továbbra is importálja, tehát nem lövi lábom magát, és ezért érthetetlen az, hogy az uniós vezetők, a brüsszeli vezetők lényegében ilyen stréber tanulóként még azon is túlléptek, amit az Egyesült Államok tesz. Az Egyesült Államok nagyon figyelembe veszi a saját gazdasági érdekeit, ezzel szemben az unió úgy, nem úgy tűnik, hogy észszerűtlenül maga ellen dolgozik, és, és lényegében véve gazdaságilag hozná lehetetlen helyzetbe magát ezzel a, ezzel a szankció csomaggal. Um, tulajdonképpen azt el lehet mondani, hogy megosztottak az álláspontok az Unióban a, a szankciókról. Ugye a nagy százaléka, tehát hogy jelentős tagállam um, van kitéve tulajdonképpen az orosz energiahordozóknak, és ahogy ön is már említett néhány tagállamot, um, nem tudnak egyik percről a másikra um, átállni, de itt van Szlová, Szlovénia, Bulgária, Szlovákia, többek között um, ezek a tagállamok um, már jelezték, hogy felmentést kérnének mondjuk az embargó alól. Hogy látja egyébként, hogy tovább szakadhat az unió egysége egy ilyen esetleges intézkedéstől? Hát ugye most azt gondolom, hogy tényleg egyfajta választó vonalhoz érkezett az Európai Unió, mert az látszik, hogy van egy brüsszeli szándék és akarat, amely rá akarja kényszeríteni a tagállamokra a szankciós politikáját, és emögött már felsejlik az is, hogy tulajdonképpen ennek a háborús magatartásnak a kapcsán, egyre inkább nagy léptekkel elkezd haladni az Unió a föderális Európa felé, tehát a birodalmi Európa felé, az Európai Egyesült Államok felé, ami ugye arról szólna, hogy mindenkinek egyszerre kell lépnie, mindenkinek ugyanazt kell csinálnia, és nem veszik figyelembe a tagállamok szempontjait. Nagyon veszélyesnek tartom például azt, hogy Mário Draghi is azt fogalmazta meg nemrég, hogy Ugye a konszenzus elvet föl kéne adni, és az ilyen döntéseket, például a szankcióval kapcsolatos döntéseket kétharmados többséggel is el lehetne dönteni. Tehát magyarul rákényszerítenék azokra az országokra ezeket a határozatokat, a döntéseket, amelyek az a egyes országok számára, mint például Magyarország, egész egyszerűen életveszélyesek lennének. Tehát az, a, az látszik, hogy az Unióban, mintegy a háború kapcsán, vagy annak ürügyén, ez a föderális, szuperföderális állam koncepciója kezd megerősödni. És uh, itt minket kikiáltanak, tulajdonképpen egy ilyen uh, alapvetően uh, renitens országnak, amelyik szembe megy ugye a szankciókkal, és másfelől pedig, hát ugye természetesen, ide, akkor ide hozzák a jogállamisági problémákat is. Jól látjuk, hogy az elmúlt napokban uh, ismét támadás indult Magyarországgal szembe két fronton is, a hetes cikkei kapcsán is, illetve a kondicionalitási, jogállamisági feltételek kapcsán is Magyarországgal szemben. Tehát látszik, hogy, hogy ki akarják használni ezt a helyzetet arra, hogy az Unió egy ilyen tökéletesen egységes képződményé váljon. Na most ezzel szemben megítélésem szerint akkor is szembe kell mennünk, hogyha, hogyha erre van egy ilyen fősodratú akarat az Európai Unióban, meg kell találnunk a szövetségeseket ahhoz, hogy ez a modell ne tudjon működni, mert hogyha ez működik ez a modell, akkor látható, hogy az, a brüsszeli észszerűtlen döntéseknek az áldozataivá válhatunk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon helyes volt az Orbán kormány döntése, hogy rögtön visszadobtuk az olajembargóval kapcsolatos elképzeléseket, és harcolunk a magunk tagállami, nemzeti, gazdasági érdekeiért itt szövetségeseket kell találnunk. Lehet, hogy kicsit változó szövetségesi rendszerbe kell gondolkodnunk, mert némileg megbomlott ugye most a v szoros egysége ebben a kérdésben, bár a csehekkel és a szlovákokkal együtt tudunk ebben konkrétan működni, de más kérdésekben lehet, hogy már nem olyan egyértelmű az egység. De nem baj, ezzel együtt is vannak szövetségeseink az Európai Unióban ezekben a kérdésekben, és azért kell fellépnünk, hogy hogy megmaradjunk a erős tagállamokra épülő unió koncepciójánál. Ugye a cök is kiáll Orbán Viktor mellett, mi szerint ugye pusztító erővel befolyásolja a magyar emberek életfenntartását ez a meggondolatlan brüsszeli javaslat. Miért tartották azt fontosnak, hogy, hogy nyilvánosságra hozzák, és nyilvánosan megfogalmazzák a véleményüket? Hát azért, hogy érezze és tudja a magyar kormány, hogy amikor ezeket a lépéseket, a szuverenitási lépéseket megteszi, és a gazdasági és nemzeti érdekeinket védi, akkor nincs egyedül, hanem mögötte áll a civil társadalomnak egy jelentős része. A békemenet is erről szólt, ugye nagyon sok esetben, illetve mindegyik esetben, és a civil társadalomnak is meg kell szólalnia, és társadalmi támogatást kell adni ezekhez a lépésekhez. És egyben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Unió vezetői tényleg Rossz úton járnak, tudni fogalmazzuk meg, hogy amilyen lépéseket tesznek, azok lényegében az Európai Unió érdekei ellen vannak. Tehát a háború kapcsán, mint egy feláldozná magát az Európai Unió, miközben itt két nagyhatalom küzdelméről van szó. Az ukrán-orosz háború egy proxy háború, igazából az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik. Két nagyhatalom küzdelme ez, amelyben mindegyiknek megvan a saját igazsága, de az Európai Uniónak észre kell vennie, hogy neki nem érdeke úgy beszállni ebbe a konfliktusba az kizárólag az egyik oldal mellett, tehát az Egyesült Államok mellett, hogy végül ezáltal lényegében véve lehetetleníti a saját helyzetét. Tehát akár civil hangokkal is fel kell hívnunk erre a figyelmet, hogy az Uniónak az európai országok érdekeit és az európai tagállamok érdekeit kell védeni, és nem pedig valamifajta globális érdekeket, globális hálózatok érdekeit. Itt utalnék arra, amiről egy korábbi beszélgetésben már szó hogy Alexander Soros, ugye Soros György fia, egy Facebook bejegyzésében megfogalmazta azt, hogy olaj és gáz embargót kell bevezetni az Európai Uniónak. Hát felszólította az Uniót erre. Ez árulkodó jele annak, hogy az Unió nem feltétlenül szuverén módon cselekszik, hanem globális hatásokra cselekszik, globális befolyások mentén cselekszik, és ez a legnagyobb hiba ebben a helyzetben, mert itt, még egyszer mondom, nagy hatalmak küzdelme, gigászok harca zajlik, és ezekből a gigászok harcában nem szabad olyan szinten részt venni, hogy végül az, az azzal Európa lényegében véve önmagának okozzon károkat. Orbán Viktor korábban ugye világosá tette, hogy lesz egy vörös vonal, ez a vörös vonal pedig az energia embargó. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásban. Fritz Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.